Akár 15%-os terméskiesésre és gyengébb minőségre is számíthatnak a dohánytermelők. Ennek legfőbb oka a nyári aszályos időjárás, de munkaerőhiánnyal is küzd az ágazat. A hazai dohánytermő terület közel 70-80%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. Az elmúlt években átlagosan 1,7-1,9 tonna per hektár körül alakultak a termés átlagok. Az ágazat évek óta küzd munkaerő problémával, pedig a betakarításhoz elengedhetetlen a humán erő. Idén kedvezőtlen volt az időjárás. A dohány meleget és jó vízellátást igénylő növény, de nem minden feltétel volt adott ezen a nyáron. A 2017-es évi termés 6800 tonna volt. Ez kiemelkedően jónak számít. Idén nem csak a termés mennyiség alacsonyabb, a termőterület is csökkent tavalyhoz képest. A kormány hektáronként több százezer forinttal támogatja az ágazatot, enélkül sem Magyarországon, sem pedig Európában nem működne a dohánytermesztés. Agrártörténetileg pedig óriási veszteség lenne, ha a szabolcsi termelők elhagynák az ágazatot, ezért is biztosítják a mintegy 1 millió forint per hektár mértékű támogatást. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke, Bényei Illés a vendégem. Jó estét kívánok! Köszönjük sokan, jó estét kívánok nézők! Bényei úr, hány évvel ezelőtt számoltunk be jó hírekről ebben az ágazatban? Hát megbocsásson, de én nem emlékszem, hogy mikor tudtunk jó hírekről beszámolni. Mindig voltak problémák, hol súlyosabbak, hol kevésbé súlyosabbak, de az ágazatnak a léte az vékony jégen táncolt 30 évvel ezelőtt is. Volt már a megszűnés veszélye is, hogy fenyegette az ágazatot a 90-es éveknek a közepén. Volt szebb időszak is, a 2010 és a 2015 közötti évekre gondolva. Ez időben Európai Uniós támogatást volt szerencséje az ágazatnak élvezni, viszont 2015-től ez már nincs, és a nemzeti költségvetésből kapunk támogatást, amelyik mértékét tekintve lényegesen alacsonyabb, mint az Európai Uniós támogatás volt. Sajnos viszont az uniónak a döntése alapján ez a támogatás, ez Európa teljes dohánytermő területére megszüntetésre került, és hát megpróbálunk életbe maradni, ami rendkívül sok nehézséggel jár. És ráadásul a mi megyénket sújtja leginkább, hiszen igen, a dohánytermelésnek nagyon jelentős hányada itt zajlik. Igen, hát a korábbi években közel 80%-a volt az országos termésnek Magyarországon megtermelve, Szabolcs megyébe. Ez az arány most már a 90%-ot eléri. Mit jelent ez? Hány családot érint ebben a megyében a dohánytermesztés? A családokat számolva egy 12-15 ezer embernek a munkáját vesszük igénybe, ezt családra lebontva akkor egy 50-60%-a a 15 ezernek, tehát ez közel 10 ezer család. Mire számíthatnak ebben az évben ezek a családok? Hát a gondunk és a problémánk az egyrészt, hogy azok a dolgozók, akik korábban az ágazatban időszaki munkát vállaltak, ők most már nagy részt nincsenek, vagy elmentek akár külföldre, és szerencsét próbálnak, munkát vállaltak, de jelentős részük a közmunkások között lelhető fel, és most már munkaerő hiánnyal küzdünk az ágazatba. Távoli mezőkről kell embereket idény munkára ideiglenesen ide telepíteni, akiknek tapasztalatai a elvégzendő munkához, annak a minőségéhez kevésbé van, és azt kell mondom, hogy rendkívül nagy a fluktuáció. Ezért hiába volt ebben az esztendőben például több mint két héttel korábban kezdtük el a törést, mint a korábbi években, de még mai nap is van lábon álló dohány, de úgy gondolom, hogy most már ezen a héten teljes egészében befejeződik a betakarítás, amelyiknek a mennyisége, mint ahogy a felvezetőben is hallottuk, a korábbi évekhez képest lényegesen
kevesebb, és ez még társul hozzá, hogy a minősége is gyengébb. A felvásárlás már elkezdődött, a Dofer szolnoki fermentáló már augusztus végén elkezdte a felvásárlást, a nyíregyházi OLT a felvásárlást szeptember 10-én kezdte. Ez utóbbi még a Virginia dohány felvásárlásánál egyharmad résznél tart, míg a Dofer már a fele körül van. És hát ezek a tapasztalatok, amik a felvásárlásnál tetten érhetők, teljes egészében visszaigazolják a korábbi állításomat, miszerint mennyiségben is, minőségben is kevesebb lesz. A mennyiség az Virginia dohány esetében mintegy 4000 tonna felvásárlására voltak szerződéskötések, és illetve 4500-ra várható, hogy a 4000 tonna alatt fog maradni a felvásárolt mennyiség. Ez mennyivel kevesebb, mint a tavalyi? Hát ez bizony a 20%-ot meg fogja haladni. Uh-huh. És a Burley dohány? A Burley dohányra még nem tudunk jóslatokat mondani, hisz annak a felvásárlása csak december hónapban fog elkezdődni. De látható itt is, hogy kevesebb a termés, mint korábbi években volt. Mi az oka annak, hogy eleve a szerződéskötések száma jóval kevesebb, mint tavaly volt? Hát ugye közel 130 szerződéssel kevesebb a ez évi szerződéseknek a darabszáma, mint az elmúlt évben volt. Ez 130 hektárt vitt el. És ez azt jelenti, ugye, hogy átlagosan egy hektár termőterülettel léptek ki az a 130 ember, aki most hiányzik a létszámból. Ez a Burley dohány termelők esetében érhető tetten, hisz a termőterület mértékéből is kitűnik, hogy itt nagyobb a csökkenés, mint a Virginiánál. Ugye a Virginia dohány az... Van már géppel, amit letörnek, de nagyobb hányada még mindig kézzel törik. Innentől mesterséges szárítás következik be. A szárítóból egy hét után a dohányt kiszedik, kezdődhet a feldolgozása, a manipulálása, a válogatása osztályonként. A Burley dohányok esetében levelenként kell a letört dohányt felfűzni, felkötni úgynevezett pórékra, és... ennek sokkal, de sokkal több a munkaigénye. Zömmel idősebb emberek foglalkoztak ezzel a fajtával, és nagy részt kiöregettek, másrészt pedig itt sincs az a munkaerő, amelyik egyébként kellene ahhoz, hogy maradéktalanul és időbe elvégezik az aktuális feladatokat. A minőségromlásban az asszály mellett a nem megfelelő munkaerő is közrejátszik? Hát elsősorban a rendkívüli aszály az, ami a minőséget befolyásolta, de egyértelműen tetten érhető a nem megfelelően képzett, vagy, hát uram, bocsánat, felelőtlenül elvégzett munka, hisz akkor, amikor munkaerőhiány van, akkor kézzel-lábbal ragaszkodunk minden egyes munkaerőhöz, csak nehogy megsértődjön, nehogy ott hagyjon bennünket, mert akkor aztán ott marad a lábán a termés. Mennyire éri még meg a dohánytermesztőknek ezzel foglalkozni, vagy hányan adták fel az utóbbi években ezt? Hát az Európai Unió csatlakozása idején 5880 hektárra kapott kvótát Magyarország. Ma 2018-ban 3200 hektárra van szerződés kötve. Tehát ez egy folyamatos terület, folyamatos termelő létszám csökkenést mutat. Abszolút nem vigasztal bennünket az, hogy nem Magyarország az egyetlen, aki ezt kénytelen elszenvedni. Európai Unió dohánytermelői országai közül talán mi vagyunk, akik a legkisebb mértékben csökkentettük egyik a területünket. Világviszonylatban vannak ennek nyertesei?
Összességében azt kell mondanom, hogy nem tudok olyan országról, ahol ne lenne támogatás a dohánytermelésen, viszont a délebbi földrészeken a körülmények, a környezet lényegesen kedvezőbb, mint Magyarországon, vagy a tőlünk északabbra fekvő dohánytermelő tagországokban. Ezeken a területen lényegesen magasabb a hőmérséklet, mint mondjuk Magyarországon. A szárítást így lényegesen olcsóbban meg tudják oldani, magasabb hőmérsékletről felfűteni egy dohányszárítót sokkal kevesebbe kerül. Ez az egyik oka. A másik oka, hogy olyan fejlődő országokban van a dohánytermelés jellemzően, ahol a munkaerő az, hogy is mondjam, szóval lényegesen olcsóbb, és hát bizony ismerek olyan országokat is, ahol nem kimondottan a munkaképes korosztály végzi ezt a tevékenységet, hanem akár gyerekeket is foglalkoztatnak. Hát ez egy másik téma, meg az is egy másik téma, hogy a dohányzás mértéke mennyiben csökken a különböző országokban. Hát de ez egy másik beszélgetés témája lehet. Bényei úr, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma. Én is köszönöm szépen.